Ennek az előadásnak a címét, én ezt egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó háborús filmből szedtem. Magyarul ugye az Őrület határán címet viseli, angolul a Thin Red Line a címe, és valószínűleg az egyik legjobb háborús film, amit valahogy csináltak. Ennek ellenére nem háborúról lesz szó, hanem arról a dologról, amiről az a film is szól. Hogy tudnélik az ember, amikor megpróbálja megérteni a világot maga körül, akkor nagyon sokszor, nagyon nehezen tudja elkerülni, hogy ezen a bizonyos vékony vörös vonalon találja magát az értelmezhető és az nem értelmezhető, felfoghatatlan, teljesen abszurd és őrületbe kergető jelenségek között. Úgyhogy ezt egyfajta mottónak is szántam. És amivel kezdeni szeretném, az egy kortárs politikai filozófusnak, itt valaki berajzolt mindenféle dolgokat, Jason Brennannek a When All Else Fails című könyve, ez egy 2018-as könyv, és ami azzal a nagyon furcsa kérdéssel foglalkozik, hogy elsősorban az Egyesült Államokban, de a kérdés az természetesen ennél sokkal általánosabb, mit lehet kezdeni azzal a problémával, hogy az állam, mint egy ilyen az erőszakot monopolizáló szervezet, nem csak folyamatosan fizikailag fenyegeti az embereket, meg egy csomó olyasmit csinál a kényszerítésen keresztül, amit, hogyha egy hétköznapi ember csinálna, akkor azt nyilvánvalóan őrültségnek tartanánk, és ezért nem engedném neki. De ráadásul arra is hivatkozik, hogy neki egyfajta speciális immunitása van, tehát, hogy míg, hogyha valaki minket fizikailag megtámadna, akkor teljesen természetesen jogunk lenne ellenállni, de ha például egy rendőr támad meg minket, vagy látunk valakit, akit megtámad, akkor nem tűnik magától értetődőnek, hogy felléphetünk az illető védelmében a rendőrrel szemben, vagy hogyha az állam elveszi a pénzünket, akkor ezt normálisnak tartjuk, ha viszont valaki oda jön hozzánk, és azt mondja, hogy pénzt vagy életet, akkor viszont normálisnak tekintjük, hogy ellenálljunk, és így tovább, és így tovább. Tehát rengeteg ilyen példát felhoz ebben a könyvben, és azzal foglalkozik, hogy kimutassa, hogy mennyire abszurd az a gondolat, hogy bizonyos tevékenységeket másként kell megítélnünk, hogyha az állam csinálja, és hogyha az egyének csinálják. Ő ezt egy morális paritás tézisnek hívja, tehát, hogy igazából ugyanolyan a morális státusza az egyénnek, mint az államnak, és következésképpen az államtól sem szabad elvárni gyakorlatilag, vagy nem szabad neki többet megengedni, mint amit megengednénk az egyéneknek. Ez egy nagyon-nagyon furcsa könyv, és hogyha az illető nem lenne szélsőségesen libertárius, akkor nem is teljesen lehetne komolyan venni, amit mond, de mivel az ezért érthető, hogy ezt tényleg komolyan gondolja, és egészen érdekes következtetésekre jut azzal a kapcsolatban, hogy az ember ne érezze rosszul magát, hogyha rendőri erőszakot lát, akkor előveszi a fegyverét és lelövi a rendőrt, és ez így teljesen rendben van. És más hasonló dolgok szerepelnek a könyvben. Ami miatt idehoztam ezt a könyvet, az főleg a példái, tehát, hogy nagyon-nagyon hosszasan érvel amellett, hogy mennyire abszurdnak találnánk az államihoz hasonló viselkedésmódokat, hogyha azt nem állami szereplők csinálnák, hanem csak a világot jobbá tenni akaró magánemberek, és csupa ilyen példák szerepelnek benne, hogy és akkor, hogyha mondjuk elrabolunk valakiket, mert azt gondoljuk, hogy ők drogosok, és ez rossz, és bezárjuk őket a pincébe, és mindaddig nem engedjük ki őket, amíg meg nem ígérik, hogy leszoknak, akkor ez nyilvánvaló őrültség, és ezért föl kell minket jelenteni, de hogyha az állam nagyon hasonló dolgokat csinál, akkor ez rendben van. Ez, én azt gondolom, hogy talán érthető, hogy miért pont ezt a könyvet hoztam elő. A könyv háttereki nyilvánvalóan az amerikai igazságszolgáltatásnak a rendszer szintű rasszizmusa és az ezzel kapcsolatos rendőri túlkapásoknak a sztoria van, de ezzel együtt is ez egy elég zavarba ejtő könyv. Ups, nem tudom, mennyire látszik a képen.
ő itt Niccolò Machiavelli, és őt azért hoztam ide, mert hogyha furcsa dolgokat akarunk, rémséges és szörnyű dolgokat akarunk a politikáról hallani, akkor nem annyira vagyunk meglepődve, hogyha azt Machiavellitől, vagy valamilyen Machiavellistától halljuk. Tehát a fejedelem az ugye annak idején nem véletlenül érdemelte ki Machiavellinek az ördög tanítómestere címet. Nem véletlenül került indexre ez a könyv, és nem véletlenül lett egy külön műfaj az a fajta irodalom, amelyik úgy népszerűsíti Machiavellit, hogy látszólag vitatkozik vele. Mert ugye, ha cáfolatként adták elő a machiavellista nézeteket, akkor ugye nem volt tilos terjeszteni, de hogyha ha azt mondták volna, hogy mi ezzel egyetértünk, akkor az ilyen szövegeket betiltották volna, és az ember elolvassa a fejedelmet, az valóban egy meglehetősen tömény olvasmány, tehát ott, ahol az a főállítás, hogy az, ami a hétköznapokban erkölcsileg helyesnek látszik, az a politikában életveszélyes, és a vesztünket fogja okozni. És hogy ami egyszer jónak látszik, az másszor kifejezetten rossz dolog, illetve úgy, hogy nem mindig baj, ha jók vagyunk, de sokkal jobb, hogyha jónak látszunk, mert az már gyakorlatilag ugyanannyit ér. De néha az se baj, ha kifejezetten rossznak látszunk, mert mindaddig, amíg gyűlölnek, de félnek tőlünk, addig az még mindig jobb, mint hogyha gyenge kezű, jóra való idiótáknak tartanának bennünket. Tehát ez egy, ebből a szempontból azt hiszem nem olyan meglepő dolog, hogyha ebbe a listába bevesszük. Az már egy kicsit meglepő, ugye a képen Szokratész látható, úgy is mondhatnám, hogy a nyugati filozófia alapítója, az már egy kicsit meglepő talán, hogy hasonlóan zavarba ejtő dolgokat fogunk találni a nem éppen machiavellista Platónnál, akitől sokkal inkább azt várnánk, hogy mindenféle eszményi dolgokról ír, és ehhez képest az olyan szövegeiben, amit a nyugati politikai filozófia alapító szövegeinek tartunk, én most nagyon gyorsan kettőt kiemelek. Az egyik az állam, amit ugye hosszasan szokták tárgyalni, hogy ott milyen elképesztő dolgok vannak, hogy elképzelünk egy köztársaságot, és milyen annak az ideális berendezkedése is. És egyébként már önmagában elég félelmetes dolgok vannak ott leírva, például, hogy a művészet ártalmas, úgyhogy ezt be kell tiltani. Mert ugye költők hazudnak, és sok egy dolog derül ki ezzel kapcsolatban, hogy miért veszélyes az ideális államra nézve a költészet. De amikor ezt félre is tesszük, még akkor is ott van az a dolog, és ezt bárki elolvashatja az állam modern magyar kiadásának az utószavában, hogy az állam egy olyan fiktív helyzetben játszódó dialógus, tehát párbeszéd, igazából egy ilyen kicsit ilyen dramatizált szöveg, ami arról szól, hogy Platón születése előtti időkben, az aténi demokrácia fénykorában van egy híres ünnepség, és azon az ünnepségen Szókratész részt vesz, majd a barátai meginvitálják őt, hogy menjen el Pireuszba, Atén, modern, akkor nagyon modernnek számító, mesterségesen megtervezett, elképesztően korszerű kikötőjébe, és látogassa meg ott egy barátját, Polemárkoszt, akiről azt kell tudni, hogy az illető nem aténi polgár, hanem ilyen polgári jogi státusz nélküli ember. És ott kezdenek el beszélgetni igazából szórakozásból az igazságosságról. Na most ennek a történetnek az az érdekessége, hogy a szereplők egy jelentős része az majd ennek az időszaknak a végén, ez ugye a peloponnészoszi háború időszaka, amikor Atén és Spárta egymás torkának esik, ennek az időszaknak a végén egy polgárháború áldozata lesz. És ez úgy néz ki, hogy a házigazdát, Kefaloszt, és a gyerekei nagy részét majd az úgynevezett 30 zsarnok fogja lemészárolni mindenféle hamis vádakra. A 30 zsarnok között van több Szókratész tanítvány, őket majd a fellázadó demokraták a Pireuszban lefolyt nagy ütközetben
ahol a demokraták és a zsarnokpártiak egymást torkának esnek, fogják megölni. És Szokratész, aki nem állt a zsarnokok mellé, kitartott a demokrácia mellett, aztán végül a restaurált demokrácia fogja kivégezni. Igazából nagyrészt azért, mert a tanítványi körében volt a 30 zsarnok egy jelentős része. Tehát az egész történetnek, ennek az egész ilyen fiktív történetnek, amiben Platón belehelyezi ezt a dialógust egy látszólag nagyon absztrakt témáról, arról, hogy mi az igazságosság egy ideális államban, egy olyan nagyon is valós helyszínre teszi, egy nagyon, nagyon valós emberekkel, nagyon gondosan megrajzolt környezetbe, ahol teljesen világossá válik, hogy az igazságosság látszólag elvont problémája az valójában élethalál kérdés. És az egész történetben valószínűleg van valami apológia Platón részéről, aki maga is támogatta valamennyire ezt a 30 zsarnok uralmát. Szóval van egy ilyen bocsánatkérés Kefalosz és családja iránt, hogy talán mégse kellett volna olyan radikálisan közelíteni ezeket a kérdéseket. És van egy másik szöveg, ez az úgynevezett Kriton nevű dialógus, amit csak azért említek meg, mert ugye Szokratészt egy említettem, halálra ítélik, mert megrontotta az aténi fiatalokat. És a halál előtti este fölkeres egy barátja Kriton, és megkérje őt, hogy Szokratész, szökjél már meg. Nagyon ciki, hogy nem szöksz meg. És Szokratész azt a megdöbbentő dolgot mondja, hogy nem, mert bár igazságtalanul ítélték halálra, de mégiscsak kötelessége betartani a törvényeket. És ugye ez az egész felvetés elképesztő őrültség, tehát hogy nyilvánvalóan valami nem stimmel azzal, hogy igazságtalan törvényeket be kéne tartanunk csak azért, mert csak. Ez pont Szokratésztől nagyon meglepő, aki rendszeresen az igazságosság mellett szokott érvelni, és itt most valamiért mégis úgy csinál, mintha a törvények csak önmagukban lennének értékesek. Néha föl is vetik egyébként, hogy Szokratész viccel, tehát hogy ezt egyszerűen nem lehet komolyan gondolni. És amitől az egész szöveg teljesen szürreálissá válik, hogy egy ponton azt mondja Szokratész, hogy és akkor most képzeljük el azt a helyzetet, hogy megszemélyesednének az aténi törvények, és ide jönnének hozzám, és mit mondanának nekem? És az történik, hogy a megszemélyesített törvények oda mennek Szokratészhez, Szokratész előadásában, és elkezdik keserűen megvádolni Szokratészt, hogy meg akarja őket ölni. Mert hogy az, amit csinál, az a hálátlanság, az, hogy a korábban élvezett előnyök, a korábbi beleegyezése és mindenféle más után most mégiscsak megtagadja a törvényeket, az lényegében olyan, mintha meg akarná őket ölni. És ugye ez egy nyilvánvalóan abszurd érvelés, különösen annak fényében, hogy amiket egyébként mondanak, azok mind teljesen jó érvek lennének a törvények mellett, kivéve egy olyan helyzetben, amikor Szokratész egészen biztos benne, hogy egy igazságtalan döntés született, egy égbekeltan igazságtalan döntés, és nagyon nehéz eldönteni, hogy az egyébként általuk felhozott teljesen jó érvek, azok hogy lehetnek elvesztegetve erre a teljesen abszurd célra, arra tudnélik, hogy Szokratészt meghassák, és azt mondja, hogy hát jó, hát akkor én is akarom megölni Atént törvényestől. És azt gondolhatnánk, hogy jó rendben van, a görögök meg a firenzeiek furák voltak, meg fogadjuk el, hogy Brennan az egy olyan helyzetben ír, amikor az utcán a rendőrök tényleg bármikor lepuffanthatnak valakit csak azért, mert mondjuk fekete. És akkor fogadjuk el, hogy egy ilyen kivételes helyzetben kivételes dolgokat kell csinálni, de mit kezdjünk azzal a gondolattal, ami a modern politikai filozófia, tehát most a kortárs politikai filozófia egyik alapító szövegében van, John Rawls ugye azt mondja, hogy az eredeti helyzetet kell elképzelnünk, és innen kiindulva kell elképzelnünk azt, hogy hogyan kellene az igazságosság elveit meghatározni. És az eredeti helyzetet ugye úgy képzeljük el, hogy az embereknek tulajdonképpen fogalmuk nincs arról, hogy kicsoda. Zárójelbe tesszük ezt a kérdést, azt ugye ezeket a dolgokat, ahogy ő mondja, tudatlanság fájtlával rejtjük el. És föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ez hova fog vezetni. És ugye ő arra tulajdonképpen nem olyan meglepő következtetésre jut, bár korántsem magától értetődő következtetésre jut,
hogy egy olyan helyzetben, amikor az embernek fogalma sincs arról, hogy az általa most megalkotott szabályokból neki milyen előnye fog származni. Ilyen körülmények között talán az lenne a legjobb, hogyha egy olyan szabályrendszert fogadnának el, amivel a legkevesebb előnyt is, a legkevesebb előnyt élvező a lehető legjobban jár. Ugye ezt maximin elvnek nevezik, és azért nem teljesen magától értetődő, még ha félre is tesszük azt a gondolatot, hogy amnéziás embereknek kell elhatározniuk, hogy mégis hogy néznének ki az igazságosság elveit, akkor is van benne valami szürreálisan konzervatív, óvatos elképzelés, ugye? Tehát mi van, hogyha az emberek nem feltétlenül azt szeretnék, hogy ugye a klasszikus példa, hogy amit szoktak mondani, hogy az vágja fel a tortát, aki utolsónak választ szeletet. És ugye a maximin elvből az következik, hogy hát ilyen helyzetben lehetőség szerint igyekezzük a legkisebb torta szeletet is a lehető legnagyobbra csinálni, ugye ez ide esetben ezek tök egyforma torta szeletek lesznek. Csak ugye ez egy csomó szempontból nem teljesen magától értetődő, meg magától értetődően konzervatív elképzelés, például azért, mert egy nagyon kockázat kerülő stratégia. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy egyáltalán nem magától értetődő, hogy feltétlenül amnéziás emberekkel kellene eldönteni, hogy hogyan kell egy társadalmat berendezni. Képzeljük el azt a szituációt, hogy most csak a torta, én csak kölcsönveszem ezt az érvet, de nagyon szeretem. Képzeljük el, hogy az amnéziás emberek között van mondjuk két cukorbeteg, két gluténérzékeny, két olyan ember, akinek nagyon súlyos gyomorbántalmai vannak, egy kisgyerek, aki fel annyit eszik, mint mások, és van mondjuk egy valaki, aki teljesen átlagosan tud fogyasztani, és vajon nekik egyenlő torta szeretekre van-e szükségük? És vajon, ha közülük bármelyik megkapja maximin elv alapján a pont ugyanakkor a torta szeretet, mint a többiek, akkor vajon ez jó volt-e, vagy nem? Nyilván ez egy komplikált kérdés, most nem akarok belemenni abba, hogy ez cáfolja rossz elképzelését, nyilván nem cáfolja önmagában. Csak arra akarok rávilágítani, hogy az a gondolat, hogy minél kevesebbet tudunk egy társadalomról, annál jobb, mert nagyjából ez az eredeti pozíciónak, ami elképzelt egy hipotetikus helyzetnek a megalkotása, akkor vajon egy jó elfhez fogunk jutni. És könnyen lehet, hogy nem, akkor nem biztos, hogy egy jó elfhez fogunk jutni. Ez a dolog persze meglehetősen, én bocsánat, szeretnék egy nagyon gyors kérdést feltenni, hogy hol járunk időben, mert nincs nálam a telefonom. Még egy ilyen maximum 5 perc van. Jó. Mutatok nagyon gyorsan még 3 példát arra, mindegyik az eredeti szerződéssel és a természeti állapottal kapcsolatos. Az egyik példa az a Leviatán. Ugye a Leviatán arra gondolatmenetre épül, hogy van egy természeti állapot, ahol az ember, ugye szokták mondani, ember-embernek farkasaként viselkedik, és ezért kell politikai társadalmat létrehozni. Csak ugye felszokták vetni ezzel kapcsolatban, hogy jó, de hát ez egy elméleti konstrukció. És akkor erre azt mondja a 13. fejezetben a Leviatánban, Hobbes, hogy igen, ez tényleg csak egy elméleti konstrukció. Ha utazunk, nem szoktunk magunkat fölfegyverezni, mondjuk mi nem szoktuk, de ez a 17. századi Angliában azért szokás van. Ha elmegyünk otthonról, nem zárjuk be az ajtót. Vagy de otthon is vagyunk, nem zárjuk be a szekrényt, ahol a pénzünket tartjuk. Ugye, és akkor az ember rájön, hogy tulajdonképpen az a bizonyos dolog, amiről beszélünk, az nem egy elméleti konstrukció, hanem valami, ami legalább részleteiben tovább él köztünk. A másik, ami ugyancsak ide kapcsolódó példa, Joel-nak egy nagyon hasonló konstrukcióval él, leszámítva azt, hogy ő azt mondja, hogy a természeti állapot az nem olyan félelmetes. Csak az a baj, hogyha nincs egy semleges bíró, aki dönteni tud a vitás ügyekben, azért az könnyen háborúhoz vezethet.
és akkor létre is hozzuk az államot. Majd egyszer csak, ez a második értekezésnek a 14. fejezetében van, elkezd beszélni arról, hogy persze ez tök jó, majd minden, de a királyoknak van úgynevezett prerogatívájuk, tehát hogy tudnélik minden kérdés nélkül egy csomó mindent megtehetnek. Ezt ilyen előjognak lehet hívni. És akkor azt mondja, hogy ez mind nagyon szép és nagyon jó, de mi történik akkor, hogyha a király úgy alkalmazza a prerogatívát, hogy az nekünk nem tetszik. És az a baj, hogy akkor sajnos előáll ugyanaz a helyzet, ami a természeti állapotban van, hogy tudnéd, itt nincsen bíró. És akkor erre azt mondja, hogy hát akkor itt nem nagyon tudunk más tenni, mint amit a háborúban csinálunk, ezt ő úgy hívja, hogy appeal to heaven, vagyis az a dolog, hogy akkor megint csak háborúba keveredünk egymással. Ugye itt az elméleti konstrukció az megint csak egy problémát okoz, és az utolsó példa, ami szintén ide kapcsolódik, ugye Locke annak a nagy híve, hogy a természeti állapotban egy társadalmi szerződéssel lehetne kiverekedni magunkat, ami igényli a beleegyezésünket. A beleegyezéssel az a baj, hogy sajnos az emberek nem adják a beleegyezésüket, ez egy közismert tény, és akkor azt mondja Locke, hogy jó, nem adjuk a beleegyezésünket, de van egy ilyen tacit beleegyezés dolog. Hogy így használod az utat? Használom. Na tessék! Ha használod az utat, akkor tulajdonképpen beleegyeztél az adóba, ami ezzel együtt jár. És akkor és az utolsó példám azt mondja az eredeti szerződés elméletek nagy-nagy zseniális kritikusa David Hume, hogy ez egy nagyon jó érv. Úgyhogy rögtön ezt fordítsuk le egy olyan esetre, hogy valakit álmában elrabolnak, csónakra visznek és kivisznek az óceánra. Ugye itt két lehetőség van. Az egyik lehetőség, hogy beugrik a tengerbe, és megpróbál kiúszni, de jó eséllyel valószínűleg belefullad. Vagy a másik lehetőség, hogy tudomásul veszi, hogy fogoly. Tekinthetjük ezt beleegyezésnek? Remélem már magának a példának a természete is mutatja, hogy itt folyamatosan a thin red line körül, vagy vonalon mozgunk, amikor megpróbáljuk megérteni ezeket a helyzeteket. Ugye David Hume-nak az a válasz, hogy nem, természetesen nem. A tacit beleegyezés egy baromság, és az egész szerződés elmélet egy ökörség. De én nem akarom azt mondani, hogy ebben feltétlenül igaza volt, bár még nem találkoztam jó ellenérvel az ő kritikájával kapcsolatban. Úgyhogy én itt be is fejezem, és csak annyit akarok mondani, hogy szerintem borzasztó érdekes az, hogy a politikai filozófusok korokon, irányzatokon átívelően mennyire szélsőséges helyzeteken keresztül kénytelenek megpróbálni megérteni a politikának a valóságát, és az azt gondolom, hogy nagyon sokat elmond magáról a politikáról. És köszönöm szépen!